Nyári ellenőrzések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 30 üzletet szankcionáltak, a bírságok összege ebben a régióban 540 ezer forint volt. Nőtt a vendégszám. Amíg tavaly még csak 120 ezer vendéget fogadtak a sóstói strandok, az idei nyáron már több mint 190 ezeren váltottak jegyet a fürdőkben. Játékokat kaptak. A Kálmánházi óvodában idén 13-mal bővült a gyermeklétszám, a községben pedig bölcsőde építése is folyamatban van. Csaknem 4700 ellenőrzés, 10 tonna forgalomból kivont étel és 31,5 millió forint bírság. Ez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzés sorozatának mérlege. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A Nébik a megyei kormányhivatallal közösen július 1-től augusztus végéig vizsgálta az élelmiszer előállító egységeket és vendéglátóhelyeket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 30 üzletet szankcionáltak, a bírságok összege ebben a régióban 540 ezer forint volt. Fagylaltozó, gíroszos és presszó egymás mellett Gergely ugornyán. A nyári szezonban ezek számítanak a legnépszerűbb vendéglátóhelyeknek, főként a strandokon. Ezek az üzletek sokszor csak szezonálisan nyitnak, vagy települnek ki egy-egy kedvelt turisztikai helyszínre. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelt nyári ellenőrzéseiben is ezek a helyek voltak fókuszban. A szakemberek összesen csaknem 4700 vizsgálatot végeztek el. Ezeket az ellenőrzéseket a Nébik és a megyei kormányhivatalok élelmiszerbiztonsági szakemberei végezték tulajdonképpen a teljes élelmiszervertikumban, tehát azért voltak ellenőrzések élelmiszer előállítóknál is. A forgalmazás is jelentős ellenőrzési számot kapott, tehát a kereskedelemben is összesen 2002 ellenőrzés történt, de ahogy mondtam, az ellenőrzéseknek csak nem a fele a vendéglátás területén mutatkozott meg, és ennek megfelelően alakultak ki a feltárt szabálytalanságok, szankciók is, amiből egyébként 37 esetben kellett a tevékenységet korlátozni. Ez ugye egy elég széles körű lehetősége a hatóságnak, megtilthatunk bizonyos termékek előállítását, korlátozhatjuk a mennyiséget, hogyha esetleges túlkínálatot vagy kockázatos élelmiszer előállító tevékenységet találunk, illetve az egész helyet is bezárhatjuk. Erre legutóbb egy balatonparti üzletnél volt szükség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is folyamatosak voltak az ellenőrzések. Bezárni itt egyetlen vendéglátóhelyet sem kellett, azonban számos bírságot kiszabott a hivatal. Főként higiéniai problémákat találtak, de több esetben nem volt tisztázott az alapanyagok származása sem. Összesen 111 ellenőrzést végeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollégáink. Ennek picivel több mint a fele, 57 történt vendéglátó egységben, 44 a kereskedelem, a többi pedig élelmiszer előállításban történt. 10 esetben kellett bírságot kiszabni, a higiéniai feltételek 13 esetben kerültek kifogás alá, nyomonkövetés miatt 4 esetben, a dolgozók egészségügyi alkalmassága, képzetlensége miatt 5 esetben kellett a kollégáknak eljárni. Összesen 500 élelmiszertételt vizsgáltak meg, ebből 15 kifogásolás történt, 141 kilót koboztak el, ennek összértéke 220 ezer forint volt, az összesen kiszabott bírság pedig 540 ezer forintra dugott. Idén komolyabb szezonális ellenőrzést még a téli ünnepi időszakban, Mikulás, Karácsony és Szilveszter napjaiban végez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai éles lőszereket és fegyvert találtak Beregsuránynál és Záhonynál. Beregsuránynál az ellenőrzött jármű sofőrjének bőröndjében egy pisztolyt, egy tárat és 12 lőszert találtak a pénzügyőrök. A férfi csak ekkor jelezte, hogy a fegyver és a lőszerek is az övé, és csak véletlenül hagyta azokat az autóban. Záhonynál egy autóbusz utasaként jelentett be egy liter vodkát az a cseh férfi, akinek csomagjában 4 fegyvertár, hangtompító, célzó
hordozó optika és lőszerek is voltak. Az utas ezután elismerte, hogy a táskájában talált különböző fegyvertartozékok az ő tulajdonában vannak, de nem gondolta, hogy ezeket határátlépéskor be kell jelenteni. Mivel a szükséges engedélyeket egyik esetben sem tudták bemutatni, ezért a lőszert, a fegyvereket és a különböző tartozékait a NAV átadta a rendőrségnek. Amíg tavaly még csak 120 ezer vendéget fogadtak a sóstói strandok, az idei nyáron már több mint 190 ezeren váltottak jegyet a fürdőkben. Nem véletlenül növekedett ilyen mértékben a látogatószám. Ezen a nyáron már semmilyen korlátozás nem volt érvényben, és az időjárás is kedvezett a strand szezonnak. Bár a medencék már nem használhatók, a nyíregyházi parkfürdőben ezen a hétvégén is lesz még látnivaló, szombaton extrém akadályfutó verseny veszi kezdetét a fürdő területén. Bő két évvel ezelőtt így kezdődött a nyár. Ugyan a feltöltött medencék azt jelezték a sóstói parkfürdőben, hogy minden készen áll a vendégek fogadására, a koronavírus miatt csak több hetes csúszással kezdődhetett el a strandszezon. 2020-ban és tavaly még számos korlátozás volt érvényben a járvány miatt, emiatt jelentősen visszaesett Nyíregyháza fürdőinek látogató száma. Innen kellett felkapaszkodni, ami az idei szezonban sikerült, mondta el 35 perc című műsorunkban Podlovics Lajos, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT megbízott vezérigazgatója. A 21-es év az már valamelyest barátságosabb volt, hiszen ott azért már úgy kicsit úgy beleszoktunk ebbe a covidos mizériába, és már gyakorlatilag, ahogy észrevettem, mindenkinek kialakult egy kis önvédelmi mechanizmus ezzel kapcsolatban, mindenki a maga módján. Már belefáradt és nem foglalkozik. Igen, volt, aki elengedte, volt, aki még mindig félt, még mindig van egyébként, aki félve tekint erre, de azért az idei év már jóval kedvezőbbnek lehet mondani. Csak egy viszonyszám, hogy tavaly a nyári szezonban 120 ezer vendégünk volt, idén pedig 190 ezer vendéget tudtunk fogadni, még a pontos számok még összesítés alatt vannak, tehát azért egy jelentős ugrást sikerült elkönyvelni, és mindazon túl, hogy a megemelkedett vendégszám egy jó hír, de ami külön jó hír, hogy a külföldi vendégek is jóval nagyobb arányban tértek már vissza, ugye mindenhol, nem csak mi nálunk Magyarországon, hanem mindenhol a környező országokban is a belföldi turizmust erősítették, és azt hangsúlyozta a belső turisztikai kommunikáció központilag mindenhol, értelemszerűen ez hatott is. Podlovics Lajos hozzátette, 2019-ig a vendégkör körülbelül 40%-a határon túlról érkezett. 2020-ban és 2021-ben ez az arány 10% alá csökkent, idén viszont a jegyet váltók nagyjából harmada már újra külföldi volt. Nem csak a korlátozások feloldása tett jót a növekedő látogatószámnak, a hosszantartó száraz, forró időjárás is sokakat a strandokra csábított. A július volt a kiemelkedően jó időszak, az egészen biztos, mind az időjárás tekintetében. Az augusztus is valóban mindenki az asszályra emlékszik vissza erre a nyára, de azért a fürdőzés tekintetében, ha már reggel felhőt jósolnak, meg esőt jósolnak, vagy esetleg reggel picit hűvösebben indul a reggel, akkor az már vissza tudja fogni a fürdőzőkedvet. Ha reggel mindenki úgy kell fel, hogy verőfényes napsütés, és már reggel 22 fok van, akkor garantáltan indulnak a fürdőbe az emberek. Az augusztus első két hete és a vége az ilyen szempontból nem volt szerencsés, ugye, hát nyilván sokan örültek annak, hogy augusztus vége az már ilyen csapadékosabbra sikeredett. Nyilván ismertek, mi is örülünk neki, meg kell a mező, vagy kellett volna a mezőgazdaságnak is, de hát nálunk az a jó, amikor nem esik az eső. Népszerűek voltak idén a sportprogramok is, egyszerre több száz vendéget vonzott az Országos Strandfoci Fesztivál, és még ez a hétvége is tartogat rendezvényt. A parkfürdő területéről indítják el a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Extreme Trail Weekendet. Több mint 600-an vesznek részt a kétnapos akadályfutó versenyen. Új kültéri játszóeszközökkel gazdagodott a Kálmánházi Benedek Elek óvoda, az eszközök beszerzéséhez a Magyar Falu Program biztosított 5 millió forintot, ezt a település önkormányzata további 1 millió forinttal egészítette ki. A Kálmánházi óvodában idén 13-mal bővült a gyermeklétszám, a községben pedig bölcsőde építése is folyamatban van. A jól ismert énekkel próbálták előcsalogatni a napsütést a Kálmánházi Benedek Elek óvoda növendékei az esős időben. A csapadék ellenére is volt ok az örömre, a gyerkőcök ugyanis a jövőben új játszóeszközöket használhatnak az intézmény tágas udvarán.
A fejlesztéshez 5 millió forintos támogatást biztosított a Magyar Falu Program, amihez az önkormányzat további 1 millió forintos önerőt tett hozzá. Nagyon vártuk, segített ez a bővülésben is, hiszen nagyon sokan költöztek most Kálmánházára, és nagyon örülünk, hogy 25 darab eszközzel bővült, hiszen nagyon fontos a gyerekek mozgásának a szempontjából, a későbbi fejlődésük szempontjából is. Sokoldalú mozgásfejlesztő eszközöket kaptunk, úgyhogy köszönjük a képviselő úrnak is, és a polgármesternek is a további támogatásokat. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, Kálmánházán színvonalas nevelés folyik az óvodában. Hozzátette, nem véletlen, hogy az intézményben a tavalyi évhez képest idén szeptemberben 13-mal növekedett a gyermeklétszám. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi években a településre költözők is bíznak a Benedek Elek óvodában. Ez az óvoda Magyar Falu Programból szerzett be 25 darab játékot, zömmel fejlesztő játékokat, uniós forrásoknak és normáknak megfelelő játékokat, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy nagyon színvonalas óvodapedagógiai munka folyik. Nagyon szép tágas az udvar, ezt meg is jegyeztem az átadó beszédembe, és a magyar óvodapedagógusok pedig világhírűek, nagyon nagy szakmai módszertani tudással rendelkeznek, és én azt látom, hogy a kálmánházi családok, szülők szívesen hozzák ide a gyereküket, nem is viszik máshová, szinte csak egy-két gyereket visznek el, ezért növekedett az óvodai csoport létszám több mint 15%-kal. Kálmánházán a növekvő gyermek létszám miatt Európai Uniós forrásból bölcsőde építése is folyamatban van, ennek átadása a következő hónapokban esedékes. Másfél millió forintos adományt kapott a Józsa András Oktató Kórház hematológia osztálya. Az adományt az ambuláns ellátás korszerűsítésére fordítja majd az osztály, ahol évente több mint 15 ezer beteget látnak el az ambuláns, valamint a fekvőbeteg ellátásban. Így néz ki a másfél milliós adományt elképező tábla a promotions.hu a Józsa András Oktató Kórház hematológiai osztályának munkáját segíti. Melles Maximilián, az online média magazin ügyvezetője azt mondta, nem ez az első eset, amikor a cég támogat valamilyen célt, de ez a mostani egy kiemelkedő alkalom, mert maga is betege volt az osztálynak. Én úgy gondolom, hogy mikor az ember rájön arra, hogy egy ilyen betegséggel szembesül, és hogy milyen kezelési formák várnak rá, akkor azért eléggé át tudja gondolni az életét, és azért elég sok minden megváltozik ilyenkor a különböző hozzáállásokban. És ugye nem szabad azért elfelejteni, tehát nagyon sokan ott rontják el, hogy mikor vége vannak, túl vannak rajta, akkor elfelejtik azt, hogy mi mentek keresztül, és akkor úgy tesznek, mint hogy semmi nem történt volna. A hematológiai osztályon évente 1200 fekvő és mintegy 15 ezer ambuláns beteg fordul meg, akik számára a főorvos elmondása szerint a csontvelő transzplantáción kívül minden szükséges beavatkozást el tudnak végezni, ráadásul a molekuláris biológia tudományos fejleményeit elsőként a hematológiai kezelésekben hasznosítják. A fejlődés szédületes, évről évre újabb és újabb gyógyszerek jelennek meg. Először klinikai vizsgálat keretében, majd ezt követően épülnek be a napi ellátásban. Igyekszünk minél több betegséget már klinikai vizsgálat keretében kezelni, hogy betegeknek a legkorszerűbb, legújabb gyógyulókat tudjuk biztosítani. Az osztályvezető hozzátette, az adományt az osztály korszerűsítésére fogják fordítani. A hematológiai ambulancián várakozó betegek vérvétele helyben történik, ezt már sikerült elérnünk, de az onkológiai osztály betegeivel együtt történnek ezek a vérvételek. Ez óvatatlanul néhány órás zsúfoltságot eredményez. Próbáljuk újabb helyiségek kiépítésével, kényelmi eszközök felszerelésével ezt a várakozási időt csökkenteni, elviselhetőbbé tenni, illetve a zsúfoltságot szintén mérsékelni. Franc Mónika telephelyi orvosigazgató helyettes a sajtótájékoztatón azt mondta, az adomány nem egyszerűen egy nemes gesztus, hanem a hematológiai osztály elismerése is, amelyre ezekben a pandémiás időkben különösen nagy szüksége van az egészségügyi dolgozóknak. Több mint 1200 gólyafészket vizsgáltak meg megyénkben a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának szakemberei. Az éves felméréssel lehetőségük van nyomon követni a fehér gólyák állományát és szokásaik változását. A korábbi évekkel ellentétben idén egyetlen olyan fészket találtak, ahonnan öt fiók a kelt és repült ki sikeresen.
A tavasz egyik hírnöke és egyes népi hiedelmek szerint a gyerekeket is ő hozza. Több kelet-európai néphez hasonlóan mi magyarok is nemzeti madarunknak tartjuk a fehér gólyát. A hazai állományt több tényező is veszélyezteti, például a táplálkozó területek átalakulása, a megnövekedett autószám és megváltozott közlekedési viszonyok, vagy a szárazság. A természetvédelmi szakemberek feladata, hogy felmérjék azt is, milyen irányba hatnak ezek a változások. A Hortobágyi Nemzeti Park többek között a fehér gólyákat is vizsgálja a térségben már több mint 20 éve. Először csak a Szatmárban és Berekben, majd a nyírséget is elkezdték tanulmányozni. Ki kell mennünk a területre, be kell azonosítanunk a gólyafészket, meg kell néznünk, hogy van-e költés, van-e olyan veszélyeztető tényező. Ugye a fehér gólyák nagy része áramhálózaton fészkelés. Elképzelhető, hogy vannak olyan tényezők, amire jó, hogyha felhívjuk az áramszolgáltató figyelmét annak érdekében, hogy ezt a fokozottan védett fajt a különböző veszélyeztető tényezőktől mentesíteni tudják. Felmérjük azt, hogy mit látunk a fészekbe, hány fiókát, van-e esetleg szülőmadár hiány, tehát van olyan, hogy egy madár neveli fel az utódokat. Megnézzük azt, hogy ugye az elején, hogy mikor érkeztek vissza. Tudjuk ezeket rögzíteni, ez egy nagyon hasznos információ. Ez az adatbázis egy hosszú távú, nagy mintaszámú, átfogó képet ad a szakembereknek. Idén 1215 fészket ellenőriztek, ezek elemzése főleg a téli hónapokban történik majd. Az azonban már most látszik, hogy az aszályos nyár nem okozott jelentős eltérést a fióka átlagot tekintve. Bár a korábbi években több öt fiókás fészket is találtak, idén csak egyetlen egyet, méghozzá Nyírcsaholyban. A magas fióka szám az azt feltételezi, hogy nagyon jó táplálék ellátottságú a környék. Tehát a szülők gyorsan és nagy mennyiségű táplálékot tudnak szerezni. És mivel elsősorban vízhez kötődő élőlényeket zsákmányol, kígyókat, békákat, rovarokat, ezért azt feltételezni az ember, hogy valahol a Tisza mentén, a Szamos mentén, holtágak környezetébe, vagy nagyobb víztározók mellett alakulnak ilyen nagyobb fészekaljak. Hát Nyírcsaholy környékén nincsenek olyan nagyon jó élőhelyek a gólya táplálék szerzése szempontjából, mégis ott volt ez a sikeres költés. De egyébként a Tisza mellett, a Szamos vonalán, akár a Szatmárba, akár a Berekbe, ott is szép fióka számokat produkáltak. Ezek a fokozottan védett madarak, általában 3-4 fiókákat számoltunk egy-egy gólyafészekben. Magyarországon jelenleg közel 4000 fehér gólyapárt tartanak számon, ez egy kicsit kevesebb, mint a korábbi években. A helyi állományra azonban azt mondják a szakemberek, stagnál. A fehér gólya fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 forint. U17-es frisbee Európa bajnok lett a nyíregyházi Teremi Bercel Zétény. A Kródi Gyula gimnázium tanulója Wroclawban nyerte meg a kontinens viadalt az utánpótlás válogatott tagjaként. Miután Nyíregyházán jelenleg nem működik frisbee klub, a fiatal játékos célja, hogy csapatot találjon, a következő években pedig szeretne tagja lenni a felnőtt A válogatottnak is. A győztes pont utáni öröm pillanatai. Az U17-es magyar frisbee válogatott Lengyelországban a döntőben az olaszokat legyőzve nyerte meg az Európa-bajnokságot. A csapat tagja volt a nyíregyházi Teremi Bercel Zétény is. A Kródi Gyula gimnázium tanulója a megyeházán mutatta meg a Wroclawban elhódított aranyérmet, és mesélt arról, hogyan jutott el a kezdetektől a kontinens viadal megnyeréséig. Annó még általános iskolában az egyik testi tanárom volt az, aki megismertette velünk ezt a sportágat, és igazából akkor még ilyen iskolai szinten játszottunk, iskolában voltak az edzések. Később ugye, ahogy mentünk ugye a középiskolákba, így ugye változott a játék is, ugye rengetegszer volt az, hogy különböző iskolákban nehéz volt összeszervezni és összeegyeztetni azt, hogy ki mikor hol edz. Viszont ekkor már ugye klub szinten voltunk, magyar bajnokságon indultunk főleg, akkor magyar kupán, viszont a diákolimpia az ugye megmaradt az elejétől fogva. Kétszer is sikerült ugye elhódítanunk a diákolimpiai címet, és régebben 3 válogatott játékosunk is volt. Most ugye már csak én maradtam, és én utaztam Lengyelországba a magyar válogatottal U17-ben.
és ugye sikerült elhódítanunk az Európa bajnoki trófeát, valamint az U20-as magyar válogatott meg pedig a világbajnokságot megnyernie. A frisbee-ben egyébként két csapat mérkőzik meg egymással, a játéktéren testi kontakt nélkül egyszerre 7-7 fő küzd azért, hogy az amerikai futballhoz hasonló módon az eszköz minél többször eljusson a pontot érő zónába. Baracsi Endre, a megyei Diáksport Egyesület elnöke bízik benne, hogy a Krúdis diák sikerén felbuzdulva sok fiatal ismerkedik meg a frisbee-vel, mint sportággal. Ez valóban ez a sportág, talán nem is sportágként van benne az emberek fejébe, hanem inkább kikapcsolódásként és egy szabadidős tevékenységként. Én magam is így találkoztam vele leginkább. Tehát, hogyha frisbee-ről hallottam, akkor a strand vagy a gyerekkor jutott az embernek az eszébe. De valóban ez egy olyan sportággá vált, mert azóta egy olyan fejlődésen ment keresztül, amely egyrészt nagyon látványos, fizikailag is megterhelő, kreativitást igényel, és ott kopogtat a következő olimpiának a kapuján is, tehát lehet, hogy a Los Angeles-i olimpián már olimpiai sportákként is találkozhatunk vele, és pont azért, mert nagyon látványos, vonza a tömegeket is, és az pedig, annak pedig nagyon örülünk, hogy Magyarországon is egyre inkább fejlődik, és most már amellett, hogy diákolimpiai bajnokokkal találkozhatunk itt a megyébe, annak is örülhetünk, hogy van egy olyan megyebeli sportolónk, Teremi Berczel Zétény, aki válogatott tag, utánpótlás válogatott tag, sőt már a felnőtt válogatottban is ott van keretben, és Európa bajnokságot nyert nem is olyan régen Lengyelországban az U17-es kategóriában. Mivel Nyíregyházán a létszám hiány miatt megszűnt a frisbee csapat, Zétény rövid távú célja, hogy a folyamatos edzés lehetőség érdekében klubot találjon, hosszú távon pedig szeretne állandó tagja lenni a felnőtt A-válogatottnak. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Csaknem 4700 ellenőrzés, 10 tonna forgalomból kivont étel és 31,5 millió forint bírság. Ez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzés sorozatának mérlege. A NÉBIH a megyei kormányhivatallal közösen július 1-től augusztus végéig vizsgálta az élelmiszer előállító egységeket és vendéglátóhelyeket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 30 üzletet szankcionáltak, a bírságok összege ebben a régióban 540 ezer forint volt. Amíg tavaly még csak 120 ezer vendéget fogadtak a sóstói strandok, az idei nyáron már több mint 190 ezeren váltottak jegyet a fürdőkben. Nem véletlenül növekedett ilyen mértékben a látogatószám, ezen a nyáron már semmilyen korlátozás nem volt érvényben, és az időjárás is kedvezett a strandszezonnak. Új kültéri játszóeszközökkel gazdagodott a Kálmánházi Benedek Elek óvoda. Az eszközök beszerzéséhez a Magyar Falu Program biztosított 5 millió forintot. Ezt a település önkormányzata további 1 millió forinttal egészítette ki. A Kálmánházi óvodában idén 13-mal bővült a gyermeklétszám, a községben pedig bölcsőde építése is folyamatban van. Szeptember 8-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Pénteken az ország legnagyobb részén több órás napsütés várható, a korai délutáni órákban legkésőbb a Tiszán túlon is szakadozik a felhőzet. Napközben elsősorban az észak-keleti keleti megyékben fordulhat elő zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul.